kívánok, sziasztok! A Republic Commando sorozat második kötete még a tűzharcol is jobban lerombolja a klónokkal kapcsolatos sztereotípiákat. A történet most sincs túlbonyolítva, hasonló elemeket tartalmaz, mint a tűzharc, de mégis teljesen más, akárcsak a hűség és a válaszutak. A cselekmény gerincét egy koruszanti bevetés képezi, melyre az egyre szaporodó terrortámadások miatt van szükség. A titkos akció és a sztori középpontjában az Omega osztag áll, a köztársaság nagy hadseregének elit harcosai, tapasztaltak a hadviselésben és magas intelligenciával rendelkeznek, valamint mindannyian egyéniségek és lojálisak harcostársaik iránt. Az írónőnek sikerült emberivé varázsolnia a klónokat, így arra készíteti az olvasót, hogy aggódjon értük és együtt is érezzen a csapat tagjaival. A tűzharcban leginkább Darman került hozzánk közelebb, most viszont a csapat bohócát Fit ismerheti meg jobban az olvasó elmélyedhet gondolataiban. Különösen tetszettek azok a részek, amikor a klón léten és a háborúban betöltött szerepen elmélkedik. A prológusban is vele futunk össze, amire lehet, hogy nem is lett volna szükség, de a történtek egyszerűen kikövetkeztethetők. A másik három klónról is érdekes dolgok derülnek ki, és mélyebben beléjük látunk. Hogy felvegyék a versenyt a sejtekkel, csatlakozik hozzájuk két Jedi, egy mélységi felderítő, két kiképzőtiszt és a híres Delta osztag. A deltások mindig a feladatra koncentrálnak, nagyon jó arcok, ez már a videójátékból is kiderült, nem alakítanak ki az olvasóval olyan bensőséges viszonyt, mint a másik osztag, de tevékeny részt vállalnak a történet előre lendítéséből. Mélyebb betekintést nyerünk Etain Tur Mukan Jedi lovak átalakulásába, hogyan lesz a gyenge, kétségekkel teli padavamból fénykardot forgató, silli-villi páncét viselő, a csapatával törődő harcos. A karakter nincs önmagával elfoglalva, nem unalmas, és a gondolkodás módjában is eltérések mutatkoznak, néhány nagyon is valós problémával kell megküzdenie, kénytelen dönteni, vajon milyen messzire hajlandó elmenni, hogy biztonságban tudja bajtársait. Ahogy az osztagok is ellentétei egymásnak, úgy a kiképzőtisztek is a mérce két végén helyezkednek el. A tűzharcban kalőrmester bölcsességéből kaptunk ízelítőt, és végre itt már személyesen is megcsillogtatja képességeit. A két lábon járó fegyverraktár, Darbuir, vagyis megtagadott apa, elkötelezett tanító, mindenre elszánt, ha a fiairól van szó, Skirata az elmaradhatatlan erkölcsi kérdések képviselője, a mandalori kultúra, hagyományok, gondolkodásmód, éles stílus megjelenítője. Ugyanis az előbb említettek jelentősen befolyásolják a klónok életét, így az olvasó lehetőségét kap, hogy kibővítse tudását etéren, melyet a Knights of the Old Republicon kívül nem sok helyen tudna megtenni. Tanítási módszere a bizalomra épül, nem így vélekedik a rideg, ellenszenvesnek látszó Valon Vau, aki nem riad vissza a kegyetlen kiképzési módszerektől sem, szerinte a cél szentesíti az eszközt. Travis a történet egyszerűsége ellenére végig fenntartja a feszültséget, érdeklődést hőseink iránt. Eközben pedig katonai ismereteinket is kibővíti, például fegyverek és rövidítések terén. Nagyon tetszetős módon alkalmazza az eufémizmust, a szereplők szájából elhangozva ezek viccesnek hatnak, és nem egyszer mosolyra fakasztottak, holott néha halálosan komoly dolgokról van szó. A regény angol címe Triple Zero, ami a főváros neve a katonai slangben, ugyanis ha egymás után háromszor megismételve mondaná ki, hogy 000, azt egyetlen parancs megismételéseként is lehetne értelmezni. A magyar kiadás találó módon kapta a Coruscant címet, ráadásul a cselekmény lényeg része a városbolygón zajlik. A borító ez alkalommal is szép, sajnos rajta van a tűzharc folytatása felirat, ami szükségszerűvé teszi a további köteteken is annak a feltüntetését, hogy mely regénynek a folytatása, mindez csak az egységesség kedvéért. Sajnálom, hogy a kiadvány nem tartalmazza az Omega Squad Targis című, rajongói fordításban már megjelent novellát, ugyanis ez megtalálható a külföldi Delray kiadásokban. Viszont van szereplő lista a regény elején, ami oly sok magyar kiadásból hiányzik, és szójegyzéket is találunk hátul a regényben elhangzó idegen, főleg mandalori kifejezésekhez. Aki bírja a klónokat, nem zárkózik el az akció és a dráma elől, túl van a tűzharcon, mondjuk ez sem feltétlenül szükséges, bátran lépjen be a köztársasági kommandóba. Nektek tetszett a regény? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!